A következő évben csaknem 120 milliárd forinttal többet fordítanak a teljes oktatási rendszerre, mint idén. Többek között informatikai fejlesztéseket terveznek az iskolákban. Most asztali gépen tanulunk, de jobb lenne táblagépen, mert egyszerűbb használni és modernebb. Nem csak a diákok, a tanárok munkáját is segítheti a várt eszközfejlesztés. A tanár pedig saját maga is készített anyagot, amely kiegészíti azt a munkát, amit végez, illetve színesíteti az oktatást, érdekesebbé, átláthatóbbá teszi. Ezeket az új számítógépeket 2016 óta használhatják ebben az iskolában. Huszár János informatika tanár szerint azonban további fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy a diákok digitális írás tudása javuljon. Szeretnénk elérni, hogy minden tanteremben legyen digitális tábla, illetve a meglévő régi táblákat, projektorokat szeretnénk lecserélni, mert már több mint 10 évesek, és már nagyon a végét járják, hiszen minden órán használják a kollégák őket. És az alsós tantermeink azok, amelyek ebből még nincsenek új felfejlesztve, mint a felsős tantermek, oda szeretnénk minél több digitális eszközt elhelyezni a közeljövőben, illetve szeretnénk olyan laptopokat, táblagépeket, amit tudnánk az informatika órákon kívül más órákon is használni, hiszen most erre igazából nincs lehetőség az iskolába. Ma nálunk a tanulók csak az informatika órán találkoznak számítógéppel, úgyhogy ők is használják. Ezt szeretnénk elérni, hogy más órákon is tudják használni a digitális tudásukat, illetve az internetet. A pedagógus bérekre is több jut jövőre, a tanári életpálya modellből adódó 3,5%-os illetménynövelésre 45 milliárd forintot biztosítanak.